Sziasztok! A következő és ebben a részben azt fogom elmondani, hogy mennyi bitcoin jut egy embernek vajon, és mennyi a globális lakosság. Ugyebár ha ezt megnézzük, ez az Our World in Data című oldalról van. Itt egy kis kocka, az félmillió embert jelent. Magyarországot meg is számolhatjuk, egy 20 kocka van, vagy 19, vagy ilyesmi, és akkor ugyebár 9,5 millióan vagyunk kb. Magyarországon. Na, nézzük, hogy a világ hogy adódik ki, mert ez alapvetően érdekes egy téma, amivel nem árt mindenkinek tisztában lennie. Tehát Európában, itt még Oroszország is hozzátartozik, 700 millióan laknak, míg az USA-ban csak 320 millióan, fel annyian laknak az USA-ban, mint Európában. Kanadában pedig 37 millióan, pedig az is mekkora terület, illetve USA is a térképnek a negyede. A legérdekesebb még, hogy USA-ba kb. Annyian laknak, mint Japánba. És Japán egy csík, hogyha a rendes térképet megnézitek, mert ez torzítva van a lakosság arányába. De hát Oroszország ugyebár a világnak a 20%-a, Japán meg egy olyan kis csík, hogy egy minimális az egészbe. És nagyon durva, hogy ugyanannyian laknak a két területen is. Ezért nem mindegy, hogy Oroszországnak meg USA-nak mennyi pénze van, mert a hatalmas területre, rengeteg nyersanyagra nagyon kevés ember oszlik el, vagyis nagyon kevés emberre oszlik el azokon a hatalmas területeken létező nyersanyag, ami például Oroszországban és USA-ban is. Nézzük tovább, csak így kontinensek szinten, például Észak-Amerikában 580 millióan laknak, Dél-Amerikában 420 millióan, Afrikában 1,3 milliárdan már, vagy billióan, Európában 700 millióan, és hát Ázsiában ugyebár 4,5 milliárdan, vagy billióan laknak, és ebből csak Indiában lakik 1,3 millió ember, Kínában 1,4 millió, kettőn kb. Ugyanaz, ha Bangladesh-t is hozzáveszünk Indiához, akkor többen laknak Indiában, meg Bangladesh, mint Kínában összességében. És végül is ezek, nagyon érdekes adatok, hogy hol menjen laknak, néz ki a világnak a lakossága. Na, de nézzük akkor a végére, hogy mit akarok, miért is hoztam fel ezt az egészet. Mert ugyebár mennyi bitcoin jut egy embernek? Ha mindenkinek lehetne bitcoinja egységesen, akkor vajon mennyi jutna? Hát jó lesz az itt balfent most. Részletkérdés. Ugyebár mennyi bitcoin létezik a világon? 21 millió. Ennél több soha nem is lehet, direkt úgy van megírva a program, hogy ne lehessen manipulálni. 21 millió a plafonja. És hogyha ezt elosztjuk az embere a lakossággal, hát itt mondjuk 2008-as felmérés, mondjuk legyen akkor ezzel 7,633 milliárd emberrel. Elosztjuk, és akkor egy embernek 0,00275 bitcoin jut kb. Tehát akinek 0,003 bitcoinja van, az már mindenkinél gazdagabb kb. Főleg, ha azt vesszük alapul, hogy ugyebár több száz millió dollárért vettek már bitcoint, de a 40 ezer talán úgy rémlik, hát mindegy, nem akarok hülyeséget mondani, a MicroStrategy-nek, aki először vett céges formában 500 millió dollárért, nekik talán 40 ezer bitcoinjuk van. Tehát már nem is lehet, már ennyi se lehet egy embernek, ennek lehet, hogy már csak a fele, vagy tizede, vagy akármennyi lehet egy embernek, tehát általában ezzel a papírforma szerint 0,00275 bitcoin jut egy embernek a világon. Úgyhogy erre szerettem volna kijutni, kösz szépen, hogy meghallgattatok még egy gyors videót, mi van itt a tarsolyomba, hogy maximum mennyit érhet a bitcoin, na azt még gyorsan szerintem egy 3-5 percbe megmutatom nektek, hogy lássuk a világon mennyi érték van összesen. De zárjuk ezzel, mennyi jut egy embernek, 0,00275 jut egy embernek. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok, mindjárt jövök a másikkal.